Új lakások épülnek Budán. A jövő év közepétől már csak olyan ingatlanok kaphatnak használatba vételi engedélyt, amelyek megfelelnek a BB energetikai besorolásnak. Ez azt jelenti, hogy az adott ház energiaigénye közel nulla, és legalább 25%-ban helyben vagy közelben előállított megújuló energiát használ. Az ilyen zöld otthonok megvásárlását, illetve megépítését támogatja a Magyar Nemzeti Bank mostantól elérhető zöld otthon programja. Ennek segítségével akár 70 millió forint hitelhez is hozzájuthatnak azok, akik környezetkímélő lakást, házat vásárolnak vagy építenek. A program célja az, hogy zöld, tehát energiahatékony új lakások épüljenek minél nagyobb számban, és a hitelezésben figyelembe legyenek véve zöld szempontok, tehát aki ilyen célból vesz fel hitelt, az kedvezőbb kamatozás mellett juthasson hitelhez. Ezért az MNB a növekedési hitelprogram részeként elindította a zöld otthon programot. 0%-os kamaton ad refinanszírozást a hitelintézeteknek, akik ezt legfeljebb 2,5%-os kamat mellett adhatják tovább a lakossági szereplőknek ilyen energiahatékony új lakások vásárlásához, vagy akár saját családi ház építéséhez. A zöld hitel mellé zöld csok is igénybe vehető, ezzel két gyermek esetén további 10, 3 vagy ennél több gyermek esetén pedig 15 millió forintos kamatmentes kölcsönhöz juthatnak hozzá a családok. A zöld hitel feltételei közé tartozik, hogy a tulajdonosnak legalább 10 évig életvitelszerűen az ingatlanban kell élnie. További feltétel, hogy egy kölcsönnek legfeljebb 4 adósa lehet, ezen kívül korábbi hiteleket nem lehet becsatornázni az új konstrukcióba. Az ingatlanvásárlásnak pedig lakhatási célt kell szolgálnia, befektetési célt nem finanszírozhatnak belőle. Mi létrehoztunk az MNB honlapján belül egy tájékoztató felületet, azt érdemes megnézni, ahol a legfontosabb feltételeket bemutattuk, a gyakran ismételt kéréseket meg felsoroltuk a résztvevő bankokat is, és kattintásra elérhető az összes részletfeltételt tartalmazó terméktájékoztatót, ezt mindenkinek ajánlom figyelmébe ezt a tájékoztató oldalt, aki hitelfelvételben, illetve lakásvásárlásban gondolkodik. Azt fontos tudni, hogy nem az MNB-nél lehet igényelni, tehát az MNB csupán refinanszírozást biztosít a hitelintézetek részére, tehát a hitelintézeteknél érdemes érdeklődni a feltétel, az igénylés bírálathoz szükséges dokumentumok körével kapcsolatban. A zöld hitel már 10 hazai pénzintézet kínálatában érhető el. A szakértők arra számítanak, hogy az új lehetőség tovább növelheti a zöld otthonok iránti keresletet. Abban bízik az MNB, hogy az építőket is ebbe az irányba tereli, és sikerül ösztönözni ezzel nem csak a lakások meg újulási rátáját, hanem a korszerűbb irányba való elmozdulást is. Ugyanakkor az fontos hangsúlyozni, hogy az MNB célja nem az volt, hogy a lakáshitelezésnek a széles spektrumára nyújtson egy kedvező hitel lehetőséget, hanem ez kifejezetten egy célzott program, ami a zöldítést hivatott elősegíteni. A zöld otthon programra 200 milliárd forintos keretösszeg áll rendelkezésre.